Peppa és Zsoli nem látják egymást. Peppa és Zsoli szeretnek a fűben játszani. Papa újságot készül olvasni. De jó, hogy végre nem kell csinálnom semmit. Papa szeret semmit se csinálni. Ó, a minden itt, papa. Egy kissé elhanyagoltuk a kertet. Mire célzol, mama? A fűre. Le kell vágni. Ó, nekem tetszik így, olyan természetes. Mama, papa, gyertek játszani a fűben. Mókás. Rendben, játszunk a pöttyös labdával. Ó, hova lett? A labda elveszett a nagy fűben. Sose fogjuk megtalálni. Talán valóban ideje füvet vágni. Igen, papa malac. Hozom a fűnyírót. Itt kell lennie valahol. Megvan. Papa megtalálta a fűnyírót. Régi és rozsdás. Badarság. Pillanatok alatt levágja a füvet. Hát tényleg elég rozsdás. Felhívom nagypapit, hogy adjak kölcsön a fűnyíróját. Felesleges őt zargatni, majd egy kicsivel erősebben nyomom. Papa fűnyírója nem túl jó. Megvan, hívjuk fel a nagypapit. Halló, itt nagypapi malac. Szia, nagypapi. Tudnál segíteni levágni a füvet? Természetesen, már is megyek. Szia! Ez Betsinek való munka. Nyúl néni a buszsofőr. Teljes gőzzel előre! Sziasztok! Gyerekek, figyelmet kérek! Ma elmegyünk a hegyekbe kirándulni. Hurrá! Mindenki elhozta az uzsonás dobozát? Igen, Gazella néni! Gazella néni, megehetjük most az uzsonnát? Peppa, majd akkor ebédelünk, ha a hegyekbe értünk. Peppa, te mit hoztál a dobozodban? Egy piros almát. Én egy zöld almát. Cseréljünk. Rendben. Peppa, Suzi, mit csináltok? Suzi azt mondtam, nyissam ki a dobozom. Peppa meg, hogy cseréljünk almát. Hoho, semmi baj, de hagyjatok ételt a piknikre is. Igen, Gazella néni. A busz megérkezett a hegylábához. A hegyi út nagyon meredek. Gyerünk, busz, sikerülni fog. Gyerünk, busz! Peppa és barátai a hegytetőn vannak. Nézzétek a kilátást! Hű! Ki mondta ezt? A te vízhangod. Mi az a vízhang? A vízhang az a hang, amit akkor hallasz, ha hangosan kiabálsz a hegyekben. Így mi? Jörlegió! Jörlegió! A nagy étóban Zsoli szeme is nagynak látszik. Na de egy nyomozónak rejtély is kell, amit kinyomozhat. Apa, mi az a rejtély? A rejtély az, aminek a megoldásához a nyomozó ért. Például megtalál elveszett dolgokat. Megvan! Keressük meg Zsoli játékdínóját. Az úgyis mindig elveszik. Dino! Ám Dino bácsi most nincs elveszve. És a szemüveget, papa? Az folyton elhányod. Ma megvan, ma rajtam van. Nem igazság. Itt nincs semmilyen rajtej. Létrehozzak én egy rejtélyt. Igen, léci. Papa malac létrehoz egy rejtélyt. Nos,
Mi van az asztalon? A kis hal, Maci, a Krampusz és a Dino bácsi. Úgy van. Nézzétek meg, mi van az asztalon, és jegyezzétek meg. A kis hal, Maci, a Krampusz és Dino bácsi. Megjegyeztétek? Igen. Rendben. Most menjetek ki egy pillanatra, ha elkészültem, majd szólok. Úgy hallom, papa megy fel az emeletre. Most pedig jön vissza le. Rendben, most már bejöhettek. Valami eltűnt az asztalról. Tudjátok mi? Dino bácsi ott van. A kis hal is. A Krampusz is. Akkor ki tűnt el? Maci! Úgy van, Maci tűnt el. Ügyesek vagytok, Pepa és Zsoli. Gyerekjáték volt. Híres felügyelők vagyunk. Papa felhúzza a kakukkos órát. Kész. Beállítja a pontos időt is. Majdnem 9 óra van. Papa, most már láthatjuk a kakukkot. Hamarosan láthatjátok. Hogy néz ki, papa? Na várjunk csak. Mozgatja a fejét így. És csapkod a szárnyával. Így. És azt mondja... Kakuk! 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 Milyen hangos kismadár vagy, Zsoli? Kakuk! Nézzétek, mindjárt csinál valamit. Buta Zsoli, lemaradtál a kakukról. Pedig annyira klassz volt. Azt mondta, hogy kakuk, de te lemaradtál. Nem baj, Zsoli, majd legközelebb láthatod. De ahhoz várni kell, óránként csak egyszer jön elő. A várakozás unalmas. Gyere, Zsoli, játszunk odakint. Zsoli nem akar kimenni. Várja, hogy kijöjjön a kakuk. Mindjárt 10 óra. Zsoli már egy órája vár a kakukra. Zsoli, gyere játszani! Dino bácsi is veled akar játszani. Grrrr. Dino! Zsoli most sem látta a kakukkot. Semmi baj, Zsoli. Játszatok a kertben. Készen állunk? Igen, papa malac. Akkor indulás! Dino! Zsoli otthon felejtette Dino bácsit. Ó, Zsoli, jobban kellene vigyáznod Dino bácsira. Dino! Teljesen biztos, hogy nem hagytunk otthon semmi mást? Igen, papa malac. Maci! Ott maradt Maci! Hol hagytad Macit? Azt hiszem, hogy a konyha asztalon. Pepa, jobban kellene vigyáznod Macira. Maci! Újra indulás? Minden rendben? Igen, papa malac. Indulás! Ez a piknikre kijelölt tisztás. Megjöttünk. Hurrá! Hurrá! Szeretem ezt a tisztást. Olyan csendes és békés. Zoé zebra az apukájával a postással. Jó napot, zebra bácsi. Elhozta a postánkat? Ho-ho, ma nincs kézbesítés. Szabadnapos vagyok. Brrr. Né, ma piknikezni fogunk. Mi is? Megvan. Csináljunk egy közös pikniket. Igen. Milyen csodás piknik. Zsolival elmehetünk az asztaltól. Zoéval játszani. Igen, Pepa. Zoé, elhoztam Macit. Én a majmomat. Dino! Hoztam egy piknikes készletet. Játszunk akkor pikniket. Ó, a kacsák! Mindig előjönnek, amikor piknikezünk.
Itt az ajándékod, Zsoli. Tudtam, hogy megint valamiféle dinoszaurusz lesz. Nyomd meg a pociát! Jaj, ez túl ijesztő! Zsoli, készítettem neked egy köszöntőlapot. Kitalálod, mit ábrázol? Zsoli nem tudja. Virágot akartam neked festeni. Zsoli nem szereti a virágokat. De végül... aztán mást festettem. Egy dinót! Nagyon szép kép, Peppa. Igen, tudod, én jól tudok festeni. És most Zsoli születésnapja tiszteletére egy különleges helyre megyünk. Ibi, menjünk! Hova megyünk? Meglátod. A család elindul Zsoli ajándékprogramjára. A cirkuszba megyünk? Nem, de ez ugyanolyan lesz. Akkor moziba? Nem, sokkal jobb helyre. Nem bírom kitalálni. Vajon hová mennek? Megjöttünk. A család megérkezett a múzeumhoz. Miért vagyunk egy múzeumban? Gyere, meglátod. Mi lehet Zsoli ajándékprogramja? Zsoli? Mit szeretsz a legjobban az egész világon? Dino! Dino! Zsoli ajándéka egy látogatás a múzeum dinoszaurusz termébe. Ó, már megint dinoszauruszok. Fagylalt! Fagylalt! Nyúl néni az, a fagylaltos. Jó napot, mama malac! Jó napot, Nyúl néni! Négy fagylaltot kérünk. Köszönjük, Nyúl néni! Zsoli, elfelejtetted becsukni az ajtót. Poli biztosan elrepült. Ne félj, Peppa! Poli biztos bent van még. Poli nincs itt. Ó. Poli miattad szökött el. Nagypapi és nagymami szomorúak lesznek. Szerintem nézzünk szét a kertben. Nézzétek, az mi? Vajon mit lát mama malac a kertben? Poli az! Hurrá! De papa, hogy hozzuk le Polit a fa tetejéről? Ne félj, Peppa! Majd én megmentem. Gyere, Poli! Kérsze csészetet! Jaj, Poli még feljebb mászott. Ajaj. Vigyázz, papa! Nehogy lees, ahogy mindig szoktál! Tudod? Ne aggódj, Peppa! Óvatos leszek. Gyere, Poli! Zsoli vajon hová megy? Zsoli hozott Polinak eledelt. Poli pedig szereti azt. Zsoli lecsalta Polit a fáról. Hurrá! Mi ez a zaj? Papa malac mobiltelefonja csörög. Mi? Halló? Nagymami! Szia, papa malac! Van kedvetek gyümölcstortát enni? Mama vág egy-egy szelet tortát Suzinak és Peppának. Mama, Suzinak van egy képzelt barátja, Leo az oroszlán. Értem. És ő is szereti a gyümölcstortát? Wow! Leo imádja a tortát. Nem utáskodj, Peppa! Ez nem Leo volt, hanem te! Leo csak a csoki tortát szereti. Az sajnos nincs itthon. Gyümölcs tortát kér? Há! Esetleg megkóstol egy szeletet. Mama tortát ad Suzi képzelt barátjának. Zsoli közben Dino bácsival játszik. Dino! Zsoli, ráültél Leóra! Zsoli nem tudja, hogy Suzinak van egy képzelt barátja. Há! Oroszlán nem bírja megenni a tortáját, úgyhogy Zsolinak adja.
játszhatunk az emeleten? Igen, öltözünk be valaminek. Leót kérdeztem. Ó. Leó azt mondja, hogy szeret jelmezbe öltözni. Helyes, gyere Leó! Peppa és Suzy jelmezt öltenek. Peppa tündérnek öltözik. Egy kívánságodat teljesítem. Azt kívánom, hogy Suzy királynő legyek. Leó pedig legyen udvari bolond. Ő nem udvari bolond akar lenni, hanem király. Megjött Papa Malac. Mama szerint ma egy különleges vendéged van. Csak Suzy, papa. Biztos, hogy nincs itt senki más, Peppa. Zsoli megtalálta Pedro szemüvegét. Ó! Ne butáskodj, Zsoli! Tessék! Köszönöm! Pedro, miért hordasz szemüveget? Mert muszáj. Az optikus mondta. Mi az az optikus? Az én papám optikus. Ő ellenőrzi, hogy jól látsz-e. Hogyan? Belenéz a fejedbe. Szemvizsgálatot végez. Megvizsgálja a szemedet. Igen, vizsgáld meg a szemem. Rendben. Érdekes. Hunyd be az egyik szemed, és mondd meg, hogy mit látsz. Hogy mit látok? Zsolit. Most hunyd be mindkét szemed. Így nem látok semmit. Nem lát semmit. Rendkívül érdekes. Akkor neked szemüveg kell. Ó, igazán? Igen. Pedro, indulás haza! Szia, Pedro! Hey. Sziasztok! Mama, nekem szemüveg kell. Micsoda? Pedro megvizsgálta a szemem, és rosszul látok. Nincs a szemednek semmi baja. De mama, amikor behúnytam a szemeimet, nem láttam semmit. De hát behúny szemmel senki nem lát semmit. Ó. Honnan veszed, hogy szemüvegkel? Pedro ért a szemüvegekhez. A papája optikus. Rendben. Akkor elviszünk szemvizsgálatra. Már mehetünk is. Zsoli, te is szeretnél szemvizsgálatot? Nem. Posta! Peppa és Zsoli örülnek, amikor jön a postás. Két levelet kaptunk. Ez papának jött. Milyen izgalmas. Kedves Malac úr, fizesse be a telefonszámlát. Oh. Mi az a számla? Biztos unalmas lehet. A számlák valóban unalmasak. Mama, a másik neked jött. Nem, ennek a címzettje Peppa és Zsoli. Hű, levél Zsolinak és nekem. Gyertek el a szülinapi partimra. Szeretettel, Zoé. Zoé Zebra meghívta Peppát és Zsolit a szülinapjára. Ippi! Válaszolnotok kell Zoé Zebrának, hogy elmentek a partijára. Segítesz megírni, mama? Hát persze. Peppa és Zsoli választ írnak Zoénak. Mit szeretnétek írni? Kedves Zoé. Kedves Zoé. Nem tudom, mivel folytassam. Azzal, hogy örömmel elmegyünk a partira. Üdvözlettel, Peppa és Zsoli. Milyen színű borítékba tegyük? Pirosba. Zoé Zebra. Végül pedig a bélyeg. A levél feladásra kész. Ez itt a postaláda. Itt van Danny, Suzy, Pedro, Rebecca és Emily elefánt. Mind leveleket adnak föl. És megjött Peppa is az ő levelével. Ígni! És most mi lesz? Jó napot mindenkinek! Szia, Peppa! Megkaptad a levelet a partimról? Igen, és már válaszoltam is rá. Nagyon jó! Teringettét, milyen sok levél van ma? És ez itt az enyém, és nagyon-nagyon fontos. Az mi? Ez egy fém detektor. Ezzel lehet rátalálni a kincsre. Nagypapi a detektor segítségével próbál kincset felkutatni.
Aha! A fémdetektor talált valamit. Ássuk ki! Ez egy pénzérme! Kincs! Hurrá! Akkor kutassunk tovább. Á, ismét találtunk valamit. Jó nagy lehet. Hűha! Ez a lelet meglehetősen nehéz. Ó, jaj, az nem kincs, hanem egy vén bevásárlókocsi. Ó. Elég a kincskeresésből. Ki akar egy nagy homokvárat építeni? Ez remek ötlet, nagymami. Én addig ellenőrzöm a hajót. Nagymami segít a gyerekeknek homokvárat építeni. Nagypapi pedig a hajót ellenőrzi. Mindenki remekül érzi magát. Azt hiszem, itt az ideje, hogy szundikáljak egy kicsikét. Nagymami és a gyerekek nagy homokvárat építenek. Sok homokra van szükségük. Vödörrel készítenek bástyákat. A vár nagyon szép lett. Hurrá! Ideje hazaindulni. Ó, hová tűnt a hajó? Nézd, Nagyi! Ó, jaj, nagypapi elaludt, és a hajó elsodródik. Fel kell ébresztenünk, nagypapi! Peppáik megérkeztek Chloéékhoz. Szia! Sziasztok! Szia, Peppa és Zsoli! Ez itt Chloé, Peppa és Zsoli unokatestvére. És hol az új unokatesó? Itt az új unokatestvéretek. Az új unokatestvér egy aprócska babamalac. Ó, milyen gyönyörű! És vajon kislánya baba? Nem, ez egy fiú. Ó, jobb lett volna, ha lány. Nekem is. Zsoli örül, hogy a baba fiú. Dino! Ő túl kicsi, hogy a dinoszaurusszal játszon. Zsoli, a kisbaba nem veled akar játszani, hanem velem. Peppa, ő még túl kicsi ahhoz, hogy labdázzon. De ha se labdával, se dinóval nem játszik, mit csinál? Eszik és persze alszik. És ezt csinálja. Malac néne, megfoghatom a babát? Igen, ha vigyázol rá, megfoghatod Alexandert. Alexander? Úgy hívják, Alexander baba. Komoly név egy picike malacnak. Aranyos, dacára, hogy fiú. Ó, mi ez a szag? Lehetséges, hogy ki kell cserélni a pelenkáját. Undorító! Peppa, kiskorodban neked is volt pelenkád? Nekem nem volt! Mama, játszhatok Peppával és Zsolival a kertben? Igen. Reggel van. Peppa és Zsoli ma átmennek Rebecca anyusziékhoz. Majd mama vezet, és én nézem a térképet. Biztos, papa? Amikor te nézed a térképet, mindig eltévedünk. Aha, nem tévedünk el. Rendben. Mindenki készen áll? Igen, mama. Akkor indulás! Peppa és Zsoli izgatottak, mert sose jártak még Rebecca anyuszéknál. Papa, ott vagyunk már? A térkép szerint a házuk a következő dombon van. Nem értem. Ennek a Rebecca nyuszinak itt kellene laknia. Biztos eltévedtünk. Ez csak egy kert répával. Hol lehet Rebecca nyusziék háza? Jó napot! Rebecca! Játszunk az én szobámban. Igen. De hol a házatok? Peppa sehol nem látja Rebecca házát. Ez a domb a házunk. A föld alatt lakunk. Ó! Megmutatom. Sziasztok! Sziasztok! Gyertek be! Nálunk nem lépcső van, hanem alagutak. Rebeccáik háza más, mint Peppáiké. Ez a mi szobánk. Van ágy,
ablak és egy játéktartó, ahogy nálunk. Hát persze. Tetszik a házatok? Bár én is nyúl lennék. Megvan. Megtanítsam nektek, hogy lehettek nyuszik. Igen. Először mozgasd az orrodat és nyuszogj. Így. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Nagyon jó Peppa nyuszi és Zsoli nyuszi. Zsolinak tetszik a hajója. Mama, az enyémet is felhúznád? A tiédet nem kell, Peppa. Peppa hajója vitorlás, a szél hajtja. Nem tetszik a hajóm. Nem is csinál semmit. Mert ma nem fúj a szél. Akkor segítünk neki. Teleszívom a tüdőm, és én fújom a hajódat. Hurrá! Jó gyorsan ment. Peppának tetszik a vitorlása. Itt jön Peppa barátja, Suzi. Sziasztok! Szia, Suzi! A hajóinkkal játszunk. Nekem motorcsónakom van. Felhúzható? Nem, elemmel megy. Suzi motorcsónakját elem hajtja. Remek kis motorcsónak. Bocsánat, kacsa néni. Itt jön Deni kutya kutya nagyapóval. Sziasztok! Szép Sziasztok. Napot! A nagyapám készítette ezt a kis gőzöst. A mindenit lenyűgöző. Hogy működik? Gőzhajtja. Ezzel a kallantyúval itt, ezzel kell bekapcsolni. Szenzációs kis gőzös. Jön Rebeka nyuszi a mamájával. Sziasztok! Szia, Rebeka! A hajóinkkal játszunk. Bár nekem is lenne. Rebeka nyuszinak nincs hajója. Fúj! Zsoli nem szeret sapkát hordani. Peppa! Zsoli! Gyertek be! Most már túl erősen zuhog! Zsoli! Hol a sapkád? Háci! Zsoli megfázott. Háci! Szegény Zsoli! Lehet, hogy megbetegedtél. Ne aggódj! Kihívom medvedokit. Itt medvedoktor beszél. Értem. Dugják ágyba, és nem sokára ott leszek. Köszönöm, medvedoki. Viszlát! Zsoli kórházba kerül, és ott majd kap gyógyszert. Nem, csak ágyban kell maradnia. Ó, tehát akkor Zsoli igazából nem is beteg. Hüci! Fúj, ez gusztustalan! Ó, szegény Zsoli, le is fektetlek. Zsoli, neked most ágyban kell maradnod. Nem! Zsoli nem akar ágyban maradni. Csi! Zsoli, nem jöhetsz ki, amíg jobban nem leszel. Miért? Azért, mert melegen kell lenned. Miért? Hát, mert medvedoki azt mondta. Jó napot, hol van a betegem? Nyisd ki a szád, és mondd, hogy áááá. Zsoli egy kicsit fél. Peppa, te nagy vagy és ügyes. Megmutatnád neki, hogy kell azt mondani, hogy Hogy ne? Zsoli megfázott. Szüksége lesz gyógyszerre? Nem, de este igyon egy kis langyos tejet, ami segít elaludni. Papa vacsorát készít. Peppa! Zsoli! Vacsora! Spagetti! Mi a baj, Peppa? Peppa és Suzi egy kicsit összevesztek. Oh. Egy picit. Azért hiányzik.
Hívjuk fel Suzit. Halló, mama malac. Peppa beszélhetne Suzival? Szia, Suzi. Szia, Peppa. Lehetünk barátok, hogyha bocsánatot kérsz. Sajnálom, hogy azt mondtam, hogy csaltál. Bár tényleg csaltál. Hát, sajnálom, hogy a barátnőm voltál. Ó. Nem számít. Könnyedén találok új barátokat. Kellemes nyári nap van. A gyerekek a játszótéren játszanak. Deni kutya a forgón ül a legjobb barátjával, Pedro Pónival. Zsoli a libikókán ül a legjobb barátjával, Richard Musival. Suzi bárány hintázik. Egy magában. Peppa minigolfozik. Egy magában. Itt van Emily elefánt. Kipróbálhatom? Igen. Emily, Suzi bárány már nem a legjobb barátnőm. Lehet te a legjobb barátnőm. De az én legjobb barátom Candy cica. Ó. Miau. Vii! Zoe, ha akarod, lehetsz a legjobb barátom. De az én legjobb barátom Rebecca Nyuszi. Ó. Mi? Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan! Papa régi székét! De hát ez antik darab! Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Ez itt a park. Megjöttünk. Hurrá! Mama, a levelek miért pirosak és sárgák? Mert ősz van, Peppa. Ősszel lehűl az idő, és a levelek színe megváltozik. Erősen fúj a szél. Játszunk, hogy ne fázzunk. Én jövök. Ó, nem is arra akartam rúgni. A szél elfújja a labdát. A labda a tóba repült. Majd ezzel a bottal kipiszkálom. Még egy kicsit, papa. Vigyázz, papa malac! Ne félj, már majdnem elérem! Papa, nem hideg a víz? Egy kicsit! A szél kifújta a labdát a tóból. Szerencse! Hát igen, szerencsénk volt. A szél egyre erősebben fúj. Fogjátok meg a sapkát! Ó, jaj, a szél elfújt a Zsoli sapkáját. Ne félj, Zsoli, papa visszahozza a sapkádat. Gyorsan, papa!
Nézzétek, azon a kis fán van. Felmászok és lehozom. A fa nagyon vékony, nem bír el téged. Akkor hogy szerezzük vissza a sapkát? Egyszerű, megrázom a fát. Talán egy kicsit erősebben kell. Ye hai Rebecca Rabbit, uske chote bhai Richard Rabbit ke saath. Hello, dosto. Hello. Kya main bhi mere ground par aa sakti hu? Chal jao Rebecca. Chalo, bahut tezi se ghumte hain. Richard Rabbit bhi mere ground mein baithna chahta hai. Oh, agar Richard aa gaya to hum bahut tez nahi chala payenge. रिचर्ड जॉर्ज के साथ खेल सकता है. रिचर्ड, क्या तुम्हें जॉर्ज के साथ खेलना है? ना। जॉर्ज के पास भी तुम्हारी तरह डायनासोर है. चलो चलकर देखते हैं. रिचर्ड रैबिट की उम्र जॉर्ज जितनी ही है. रिचर्ड को जॉर्ज का डायनासोर देखना है. डायनासोर. जॉर्ज, क्या रिचर्ड तुम्हारे डायनासोर के साथ खेल सकता है? नहीं. रिचर्ड, क्या जॉर्ज तुम्हारे डायनो के साथ खेल सकता है? नहीं. जॉर्ज और रिचर्ड उनका डायनासोर शेयर नहीं करना चाहते. जॉर्ज, अगर तुम इसे शेयर करोगे तो तुम्हें और मजा आएगा. तुम बहुत अच्छे हो जॉर्ज. डायनो. जॉर्ज को शेयर करना अच्छा नहीं लगता. रिचर्ड, अब थोड़ी देर के लिए डायनोस जॉर्ज को दो. क्या? रिचर्ड को भी शेयर करना अच्छा नहीं लगता. ये दोनों रो क्यों रहे हैं? जब भी जॉर्ज और रिचर्ड साथ में खेलते हैं, वो रोते ही रहते हैं. वो अच्छे से खेलने के लिए बहुत छोटे हैं. क्या तुम दोनों उन्हें मिलकर खेलना सिखाओगी? हाँ, बिल्कुल. हम उन्हें रेत का महल बनाने में मदद करेंगे. अच्छा ख्याल है. चलो रेत की तरफ चलते हैं. जॉर्ज और रिचर्ड को रेत में खेलना अच्छा लगता है. जॉर्ज, रिचर्ड, आज हम सब रेत का महल बनाने वाले हैं. Bemehetünk? Nem, ez a fiúk vára. Csak a fiúknak. De én szeretem a várakat. A várak nem olyan jók, mint a lombházak. Gyertek, lányok! Én vagyok itt a várúr. Minden várba kell zászló. Van zászlójuk is. Nekünk nem kell vacak zászló. Itt van nagymami. Sziasztok, lányok! Hozhatok nektek valami? Igen, egy zászlót! És jobb legyen, mint a fiúk zászlója. Igyekezni fogok. Én vagyok itt a várúr. Ho-ho! Minden várba kell telefon. Fogjad! Ezt tartsd jó erősen, és beszélhettek a fiúkkal. Nem akarunk a fiúkkal beszélni. Mi sem akarunk beszélni a lányokkal. Nagymami talált zászlót a lányok várára. Ebből remek zászló lesz. Köszönjük, nagymami. Ez nem olyan jó, mint a fiú zászlója. Bárcsak mi lennénk a várban. Igen, a hercegnők kastélyokban élnek. Hogyha én hercegnő lennék, én lombházban laknék. Háló, átmehetünk? Léci! Csak ha azt mondod, hogy a vár a legjobb. A vár a legjobb. Én maradok a lombházamban. Nekem nagyon tetszik a vár. Ó, jaj, esik, és a várnak nincs teteje. Ahogy mondtam, a magokat a földre szórom. Egy kis madár megeszi nagypapi vetőmagvait. Hé, hagyod békén a magvakat? Szóval így tűnt el az a sok mag. A kismadár pociában van. Még két kismadár eszi nagypapi vetőmagvait. Ó, nézd! Ó, hess, hess! Mi ez a kiabálás? Nagymami,
A madarak megeszik a vetőmagvaimat. De mi elzavarjuk őket. Semmi értelme. Úgy is visszajönnek. Nézzétek, madárijesztőre van szükség. Mi az a madárijesztő? Az egy szalmaember, aki elijeszti a madarakat. Ez nagyszerű ötlet, nagymami. Készítek egyet. Kövessetek. Viszlát, madarak. Megyünk madárijesztőt készíteni. Ez itt nagypapi műhelye. Megtalálunk itt mindent, ami egy madárijesztőhöz kell. Először kell két bot és egy kis madzag. Majd mi keresünk. Peppa talált botokat, Zsoli pedig madzagot. Helyes, a botokból elkészítem a testét. Nagymami talált szénát és egy régi zsákot. Remek, a szalmával tömött zsák lesz a feje. Kell még neki valamilyen öltözék. Itt egy rakás régi ruha. Zsoli talált egy blúzt. Buta vagy. A madárijesztőnek nem női ruha kell. Peppa talált egy zakót. Peppa és Zsoli talált egy tócsát. Peppa és Zsoli szeretnek tócsákban ugrálni. Én kezdem. Olyan hideg van, hogy a tócsa befagyott. És nagyon csúszós. Itt van mama és papa malac. Ó, oh, remek, egy tócsa! Papa szeret saras tócsákban ugrálni. Állj, papa! Ez meleg volt. Még szeretse, hogy jó az egyensúly érzéke. Papa, a tócsák be vannak fagyva. Nem ugrálhatunk bennük. Nem baj. Adjunk kenyeret a kacsáknak. Hurrá! Peppa és Zsoli szereti a kacsákat etetni. Sziasztok, kacsák! Hozzunk nektek kenyeret! A kacsák szeretik a kenyeret. Ó! Olyan hideg van, hogy a tó befagyott. A jég nagyon csúszós. Elnézést, hogy nevettünk, de olyan vicces volt. Elkezdett havazni. Hó! Peppa és Zsoli szereti a havat. Zsoli, kapjuk el a hópelyheket. Peppa és Zsoli hópelyheket kapdosnak. Hó! Zsoli elkapott egyet. Peppa is elkapott egyet. Veszel egy nagy levegőt, és fújsz! Buborék! Zsoli, most pedig rajtad a sor! Másd bele a pálcikát a vízbe! Emeld föl! Nagy levegőt! És fújd! Zsoli igyekszik, de neki gyorsan elfogy a levegője. Zsoli, nem fújtad elég erősen. Én tudom, Zsoli, hogy tud buborékot fújni. Másd a pálcikát a keverékbe, aztán emeld fel, és lengesd. Buborék! A fucs úgy még jobb. Várj meg! Zsoli élvezi a buborék fújást. Peppa pedig a kipukkasztásukat. Imádom a buborékokat. Ó, jaj, elfogyott a keverék. Papa! Mama! Elfogyott a keverék. Ne aggódj, Peppa! Van egy ötletem. Mama, hozz egy vödröt, légy szíves. Már is, papa. Peppa, te hozz szappant. Már is, papa. Zsoli, te a régi teniszütőmet. Vödör, szappan,
Teniszütő? Mit csinál papa malac? Először kell egy kis víz. Aztán szappan. Most pedig kérem a teniszütőt. Köszönöm. És most ezt nézzétek. Papa malac buborékfújó keveréket készít. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Danny, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Danny és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppájékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtunk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem, csak semmi pánik, bárány mama, már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi, eljöttünk segíteni. Hurrá! Hát ebben a tócsában miféle meglepetés vár? Ebben nincs semmi különleges. Ho-ho-ho-ho! Mindben van valami, Peppa. Nézd csak meg! Ó, van benne valami. Igen, mégpedig egy rák! A rák becsípte nagypapi ujját. Ó! Ráó! Csúnya rák, bácsi. Nézd, Zsoli! Rák bácsi oldalazva megy. Zsoli utánozza a rákot. Peppa is követi a példáját. Vásod rákok vagyunk. Csípünk, csípünk, csípünk. Csíp, csíp, csíp. Jaj, most már két vásod rák akar engem megcsípni. Csíp, csíp, csíp. Vásod rákok vagyunk. Csípünk, csípünk, csípünk. Ó, esz innen, vásod rákok. Menjetek vissza a tócsáitokba! Igen! Nézzük meg a többi tócsát is! Mi van benne? Tengeri kagyló! Hallod benne a tengert? Hogy érted ezt? Ha a füledhez teszed, hallani lehet a tengert. Hű! Hallom a tengert! Tetszik ez a kagyló? Zsoli, te is megpróbálsz kagylót találni? Kagyló! Az nem kagyló. Peppának igaza van, ez nem kagyló. Zsoli egy kövületet talált. Zsoli először jár a strandon. Először tedd az egyik lábad a vízbe. Most próbáld meg a másikat. Talán jobb, ha mind a két lábát egyszerre. Remek ötlet. Ügyes vagy, Zsoli, de nem kell annyira csapkodni.
Megjött Rebecca kisöccsével, Richard Nyuszival. Szia, Rebecca! Sziasztok! Richard, kapaszkodj a deszkába, és gyakorold a lábtempókat. Zsoli, van kedved megpróbálni a lábtempót? Ügyesek vagytok, de ne fröcsköljetek! A nagy gyerekek nem fröcskölnek. Már ügyesen úszunk. Ha Zsoli és Richard nagyobbak lesznek, akkor ők is tudnak majd úszni, mint mi. Ugye, Rebecca? Igen. Ó! Richardnak van egy játéköntöző kannája. Hajd abba, Richard! Ó, jaj, Richard belejtette a kannát a medencébe. Sajnálom, Richard, nem érem el, annyira mélyen van. Mami! Én nem tudok víz alatt úszni. Hát pedig víz alatt még én sem tudok. Megfognád a szemüvegemet? Hurrá! Köszönöm, nagypapi. Ó, az mi? Fúj! Egy csúnya szörnyeteg ül rajta. Szörnyeteg! Ho-ho! Az nem szörnyeteg, csak egy apró kicsi csigabiga. Ó, hová tűnt? Bebújt a házába. Ő ott lakik? Igen, neki az a háza. Nézd, újra előbújik. Jó napot, Csiga bácsi. Nagypapi, Csiga bácsi házában van ágy. Ho-ho, nincs, Peppa. Ha én csiga lennék, az iházamban lenne ágy, asztal, meg szék, meg hűtő, meg televízió. Nagypapi, mit esznek a csigák? Hát, főleg az én zöldségeimet. Hé, hagyjátok abba, haszontalan kis gazok. Nagypapa, Zsolival szeretnénk csigásat játszani. Legyenek a kosarak a házaitok. Tessék, most már úgy néztek ki, mint két csiga. Most megeszem, nagypapi, összes érett salátáját. Hé, hagyjátok békén a salátáimat, haszontalan csigabigát. És amikor nagypapi rám kiabál, bebújok a házamba. Megjöttek Peppa barátai. Jó napot, nagypapi! Szia, Suzi! Azért jöttél, hogy Peppával és Zsolival játsz? Igen. Sajnos nem tudom, hol vannak. Csak én vagyok itt, meg ez a két kis csiga. Huncut csigák vagyunk, huncut csigák vagyunk. Meglepetés! A hőlégballon nagyon magasan száll. Ó, hová lett az ég? Ne félj, Peppa! Csak felhőbe értünk. Ó! Hű, újra látszik az ég! Hurrá! Légballon, légballon, nagyobb, mint a földcsahold, magasan az égbolton repül a hőballon. Nézd, Maci! Jó magasan repülünk. Peppa, vigyázz, el ne ejtsd! Maci! Elejtettem Macit! Egyet se fél, Peppa, megmentjük! Mindenki kapaszkodjon! Leereszkedünk! Nyúl néni lejjebb ereszkedik, hogy megmentsék Macit. Sehol nem látom Macit. Ott van! Fennakadt egy fán! Ezzel a horgonnyal el tudom kapni. Lassan, lassan, ez az! Papa megmentette Macit. Maci! Hurrá! Ó, jaj, senki sem figyeli, hogy merre mennek. Vigyázat! Fa van előttünk! Kapaszkodjunk! Oh!
Először Maci akadt fenn egy fent, most pedig mi akadtunk fenn. Papa Malac, tudja, hogy hol vagyunk? Hát... Eltévedtünk, igaz? Igen. Oda nézzetek! A nagypapiék háza! Igen, tényleg nagypapi kertjében vagyunk. Ahogy sejtettem. Halihó! Nagypapi és nagymami Malac! Nézzenek oda! Halihó, ho-ho, nyúnéni! Segítsen, kérem! Nagypapi, nem tudunk leereszkedni! Ne féljetek, hozom a létrát! Hurrá! Fúj! Zsoli nem szeret sapkát hordani. Peppa, Zsoli! Gyertek be! Most már túl erősen zuhog! Zsoli, hol a sapkád? Hapci! Zsoli megfázott. Hapci! Szegény Zsoli, lehet, hogy megbetegedtél. Ne aggódj, kihívom medvedokit. Itt medvedoktor beszél. Értem. Dugják ágyba, és nem sokára ott leszek. Köszönöm, medvedoki. Viszlát! Zsoli kórházba kerül, és ott majd kap gyógyszert. Nem, csak ágyban kell maradnia. Tehát akkor Zsoli igazából nem is beteg. Hüpszi! Fúj, ez gusztustalan! Szegény Zsoli, le is fektetlek. Zsoli, neked most ágyban kell maradnod. Nem! Zsoli nem akar ágyban maradni. Zsoli, nem jöhetsz ki, amíg jobban nem leszel. Miért? Azért, mert melegen kell lenned. Miért? Hát, mert medvedoki azt mondta. Jó napot, hol van a betegem? Nyisd ki a szád, és mondd, hogy Zsoli egy kicsit fél. Peppa, te nagy vagy és ügyes. Megmutatnád neki, hogy kell azt mondani, hogy Hogy ne? Zsoli megfázott. Szüksége lesz gyógyszerre? Nem, de este igyon egy kis langyos tejet, ami segít elaludni. Rendben. Hurrá! Most már elkezdhetünk festeni. Buta Zsoli! Nagy gyerekek nem teszik a kezüket a festékbe. Zsoli szeret kézzel festeni. Peppa is szeret kézzel festeni. Nagyon jó! Kaphatok egy krumplit, mama? Még nem főtt meg, Papa Malac. Éhes vagy, papa? Nem megenni akarom. Ezt figyeljétek. Mit csinál, Papa Malac? Ki tudja megmondani, hogy mi ez? Ez egy virág. Ügyes vagy. Malac koromban én is szerettem festeni. Hol vannak a régi képeim? Papa, miért van rajtad az a vicces sapka? Ez a svájci sapkám. Ez aztán meghozza a kedvem a festéshez. És most mit fessek le? Remek ötlet, Zsoli. Megfestem a vén cseresznyefát. Az mi? Állvány, Peppa. Ez tartja a vásznat. Mi az a vászon? Az olyan, mint a papír. Speciális festményekhez. Az fog krém. Nem, Peppa. Különleges festék felnőtt művészeknek. Remek. Melyik színnel kezdjem? A pirossal. Miért azzal? Mert a piros a kedvenc színem.